hivatalosan is eldőlt, Joe Biden és Donald Trump lesz a két elnökjelölt az Egyesült Államokban. A keddi előválasztásokon a jelenleg és a volt elnök is összegyűjtötte a jelöltséghez szükséges delegálti szavazatokat, így csak úgy, mint 4 éve, idén is ők csapnak majd össze. 1956 óta ez lesz az első alkalom, hogy ugyanaz a két jelölt indul egymás ellen, két egymást követő választáson. Az amerikai törvények szerint Joe Biden és Donald Trump csak a nyáron válhat hivatalosan is elnökjelölté. November 5-én pedig kiderül, hogy ki irányíthatja majd az Egyesült Államokat a következő 4 évben. Kata folytatja. Így van, érdekes beszélgetésnek nézzünk elébe. Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a vendégünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket is. Na, megismétlődött tulajdonképpen, most már biztos az a papírforma, hogy novemberben ugye megismétlődik a 2020-as választási párharc. Ez egyébként mondhatjuk azt, hogy ez egy papírforma volt? Tehát várható volt ez? Ez mindenképpen papírforma, mindenképpen ez az eredmény volt várható, mégis vitatkoznék azzal, hogy biztosak lehetünk abban, hogy valóban megismétlődik a 4 évvel ezelőtti választás november 5-én. Joe Bidenről látjuk, hogy nagyon nincs jó egészségi és szellemi formában. Most szívértékelőjén némileg rácáfolt erre a vélekedésre, mert nagyon jól teljesített. 1 órán keresztül a szenátus és az alsóház közösülésén, de ettől függetlenül nekem azért vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy azt a hihetetlen fizikai és mentális igénybevételt, amivel egy amerikai elnökválasztási kampány jár, azt ő végig tudná csinálni. De ettől függetlenül jelen pillanatban elmondhatjuk azt, hogy az előjárási folyamat, mint olyan, még a vége előtt eredményes lett, és megszületett az a két jelölt, akinek többsége lesz majd az adott pártnak az elnök jelölő pártkongresszusán a konvención nyáron. Úgyhogy ezeken a konvenciókon az első körben kötelező lesz majd ezeknek a küldötteknek, Joe Bidenre, illetve Donald Trumpra szavazniuk, és ezzel meg is lesz a többségük. Tehát itt most már az kell, hogy Joe Biden visszalépje, hogyha nem ő indul. Egy ilyen előválasztás eredményének mi a jelentősége? Mire lehet következtetni? Le lehet-e bármilyen konzekvenciát vonni? Minden ciklusban mások ezek az előválasztások, és ez az év aztán nem hasonlít egyetlen más amerikai választási évre sem. Azokból a témákból, amelyeket most feszegettek a jelöltek, nem nagyon érdemes arra következtetni, hogy milyen témák lesznek majd a legfontosabb választási témák, hiszen ezeken párton belüli versenyek. De az, az igazság, hogy Joe Bidennek egyáltalán nem volt kihívója, párton belül legalábbis, ifjabb Robert Kennedy-t egész egyszerűen nem engedte a demokrata elit elindulni a demokrata párt színeiben, úgyhogy ő majd függetlenként lesz, szerepel majd a választólapokon novemberben. Donald Trumpnak voltak kihívói, voltak olyan kihívói, akik mögött jelentős összegű támogatások álltak, de komoly szavazatmennyiséget viszont egyikük sem tudott felmutatni, és az az igazság, hogy Iowa után Donald Trumpnak már nem nagyon kellett kampányolnia, mert teljesen egyértelmű volt a fölénye. Ön utalt az előzőekben Joe Biden állapotára, beszámíthatóságára. Na most sokan kételkednek Biden alkalmasságában. Egy felmérés alapján konkrétan a választók 60%-a egyszerűen megkérdőjelezi azt, hogy Biden értelmi képessége megfelele annak, hogy belőle ismét az Egyesült Államok elnöke legyen. Ennek ellenére határozottan, erősen, törtetően ő ezt vállalja, indul, vajon miért? És ne próbáljuk meg diagnosztizálni az Egyesült Államok elnökét távolról, azt hiszem, hogy mindannyian látjuk a képernyőn azt, hogy Joe Biden öregszik. És egyre gyakrabban látjuk a hibákat, és egyre ritkábban látunk olyan meggyőző teljesítményt, mint amit az évértékelőn nyújtott, de azért ezt mondjuk el, hogy az évértékelőn jól teljesített Joe Biden, csak az a baj, hogy ez egy alacsony léc, ennél több kell ahhoz, hogy valaki 4 éven keresztül tudjon kormányozni. Tehát, hogyha komoly, és azt hiszem, hogy érthető kétségek merülnek föl nagyon sok emberben azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán a kampányt végig tudja csinálni novemberig, akkor a következő 4 évről vajon mit gondolhatnak az amerikai emberek, vagy mit gondolhatunk mi? Ez valóban komoly kérdés az, hogy Joe Biden miért vállalja ezt a, egyébként tényleg hihetetlen embert próbáló megpróbáltatást 81 évesen, úgyhogy nyilvánvalóan nincs top formában. 2 lehetséges választ tudok elképzelni, az egyik az, hogy még mindig az ambíció hajtja. Tehát az, hogy ha egy ember eljut odáig, hogy az Egyesült Államok elnöke lesz,
az egy különleges emberfajtát igényel, és ennek a különleges emberfajtának valóban lehet, hogy szerves része az, hogy ragaszkodik a politikai pályafutásához, ameddig csak esély van rá. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség sajnos az a fia. Hunter Bidenről tudjuk, hogy nagyon szörnyű korrupciós ügyei vannak, amik nem hiszem, hogy... Tehát vannak olyan korrupciós ügyei, amit egész egyszerűen nem lehetne megtárgyalni a kamarák előtt, mert olyan szavakat kellene használnunk, amelyek egyszerűen nem megengedettek. Tehát nagyon csúnya ügyei vannak Hunter Bidennek, és a helyzet az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy őt a börtönből, ráadásul egy hosszú börtönbüntetéstől, az menti meg jelen pillanatban, hogy édesapja az elnök. Azt is el tudom képzelni Joe Bidenről, hogy azért ragaszkodik a pozíciójához, hogy védje az egyetlen életben maradt fiát. Teljesen nézőként, laikusként pont erről beszélgettünk a napokban, hogy ott van mögötte egy család, és hogy az a család az nem mondja, hogy lehet, hogy ezt már nem kellene. Akkor ez kellene, hogy mondja, de elképzelhető, hogy éppen Hunter Biden miatt az ellenkezőjét mondják. Ez egy nagyon szomorú helyzet, de erről elsősorban Hunter Biden saját maga. Tehát azért ezt szögezzük le, hogy itt nem megalapozatlan gyanúról van szó, számos FBI nyomozás zajlik ellene, és teljesen egyértelműnek tűnik több olyan ügy is, amiért évekre börtönbe lehet kerülni. Azért ehhez tegyük azt hozzá, hogy itt újságírók, újságíróhiénák, demokraták, köztük egyébként Obama tanácsadók is nyilvánosan hangot adtak annak, és sugallták azt a nyilvánosság előtt, hogy a pártnak már egy másik irányba kellene mondjuk mennie. Lehet ez egyébként hatással mondjuk a végleges jelöltre? Tehát fogja valaki azt mondani Joe Bidennek, hogy torony magasan vezet Trump, és hogy ebből vereség lesz? Jelen pillanatban a felmérések szerint nem vezet még torony magasan Trump. A legtöbb felmérés komoly előnyt mutat a számára. Az is tény, hogy olyan közvéleménykutatási adatokkal, amikkel Joe Biden rendelkezik, még egyetlen egy elnöknek sem sikerült újrázni, de ez mind ellentétes azzal a gondolattal, hogy Joe Bidennek valóban indulnia kéne, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon komoly hangok mondták már eddig is, bár Barack Obama talán nem, de nagyon komoly befolyásos emberek, illetve befolyásos újságok írtak véleménycikkeket, a Washington Post, a New York Times, mindarról híres egyébként, hogy az amerikai baloldalt támogatja, hogy Joe Bidennek vissza kéne lépnie. Ugyanakkor jegyezzük meg, hogy vannak olyan hangok is, például az MSNBC televízióban rendszeresen ez az irány, hogy Joe Biden a legjobb fizikai állapotában van, és tökéletesen alkalmas bármire is. Ez nehéz. Azt hiszem, hogy egyre több olyan cikk lesz, ami aláhúzza majd a jelenlegi elnöknek az életkorát és az egészségügyi állapotát. Az életkor azért az nem mindegy. Tehát mindössze 4 év különbség van Donald Trump és Joe Biden között, de mindannyian, akik látjuk őket a tévé képernyőjén, mindannyiunk számára teljesen világos, hogy ég és föld a különbség a két ember között dinamizmusban, vitalitásban. Nézzük meg azt a variációt, hogy visszalép. Visszaléptetik, ezt tanácsolják neki. Akkor mi történik? Nos, egészen november 4-ig tulajdonképpen a demokrata párt visszaléptetheti Joe Bident, vagy Joe Biden visszaléphet saját magától. Hát erre van lehetőség. A jelölti pozíció, tehát az a jelöltség, amelyről majd november 5-én szavaznak az amerikai választópolgárok, az egyébként ilyenkor a párti. Tehát nem Joe Biden és személy szerint, illetve nem is Donald Trump a másik oldalon. Tehát a demokrata párt tulajdonképpen bármelyik ponton leválthatja, ahol ezt még viszonylag zöggenőmentesen, nem lehet már zöggenőmentesen megcsinálni, tehát már mindenképpen politikai botrány és baj lesz belőle, hogyha le kell cserélni Joe Bident, akár azért, mert visszalép, akár azért, mert nem bírja az egészségügyi állapotot, de ahol ezt még viszonylag zöggenőmentesen meg lehet csinálni, az a konvenció, az elnök jelölő kongresszus. Hogyha ott Joe Biden nem indul, vagy nem tud indulni, akkor az első választási kör az eredménytelen lesz, és a második választási körben pedig a küldötteket már nem kötik azok a szabályok, amik jelenleg kötik őket, tehát egy adott emberre kell szavazniuk, és akkor onnantól fogva már választhatnak bárkit a demokrata politikusok közül, olyat is, aki akár nem vett részt az előválasztásokban. Még nagyon sok kérdésem van, úgyhogy visszavárjuk, remélem, hogy jön még a témában, biztos vagyok. Hosszú ez a választás. Így van, Koskovics Zoltán, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, szép estét.